Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, evangélikus bibliaolvasó útmutatónk mai napi igéivel. Ószövetségi igénk a 18. Zsoltár 7. verse. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez, meghallotta hangomat. Új szövetségi igény pedig Márk evangéliuma 4. fejezetének 38. verse. Ő pedig a hajó hátsó részében a vánkoson aludt. Ekkor fölébresztették és így szóltak hozzá, Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az emberi élet nyomorúságaiban a világ zsidó keresztény fele Istenhez kiállt segítségért. Istenem, most segíts meg! mondjuk egy műtét előtt, egy egész életünkre kiható döntés meghozatalakor, vagy egy szeretünket féltve. Milyen érdekes tulajdonság az embernek, hogyha már nincsen semmi kapaszkodó, semmi, ami megtarthatna a materiális lét keretei között, akkor fordulunk az Isteni segítségért. Sőt, elvárjuk, hogy a mi elképzeléseink szerint cselekedjen. Befolyásolni akarjuk ilyenkor a mindenhatót. A tanítványok is egyrészt kifejezik Jézus Istenségébe vetett hitüket, amikor pánikolva rohannak a hajó hátsó részébe, hogy a Mester megmentse őket a veszélyben, mert ezek a gyakorlott és tapasztalt halászemberek már semmit sem tudtak tenni a saját erejükből az ellen, hogy oda vesszenek a viharban. A szorult helyzet okozta pánik, azonban nem teremti meg annak a lehetőségét, hogy hogy tisztán lásson az ember. Olyankor elborul, elhomályosul minden gondolat. Dávid királya, mai Zsoltárunk tanúsága szerint az ellenségeivel folytatott harcok, a tanítványok pedig, ahogyan hallottuk, a vihar miatt voltak életveszélyben, pánikoltak, féltek, rettektek. Isten meghallja a kiáltásokat. De hiba lenne azt gondolni, hogy minden foház, úgy talál meghallgatásra, hogy azzal a földi életünket menti meg a haláltól. Hiszen akkor minden műtét sikeres lenne, minden életveszélyből megmenekülnénk, és Jézus Krisztusnak sem kellett volna elszenvedni a keserű poharat. Éppen ez mutatja meg, hogy Isten sokkal nagyobb távlatokban gondolkodik felőlünk. Ő az örök életre akar megmenteni bennünket, az örök élet hatalmából. A mester minden gondolatunkat felülmúlva törődik azzal, hogy elveszünk-e vagy sem. Amen.